Ezrével repülnek a vadludak a tatai öreg tó felett. A madarak akár 6000 kilométerről, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek ide, hogy átvészeljék a téli időszakot. A vadludak reggeli ki, majd az esti behúzása rendkívül látványos esemény, így a helyiek sokszor látogatnak ki ilyenkor a tópartjára. Én úgy körülbelül 7 évvel lakom itt Tatán, és azóta beleszerettem a vadludakba, úgyhogy én amikor lehet, akkor kijövök. Reggel az csodálatos, amikor felszállnak. Az is valóban egy szép esemény volt, amikor videóra sikerült ezt rögzítenem, de most szombaton volt a vadlud sokadalom, hát akkor valami fantasztikus volt. Idén minden eddigi rekord is megdőlt, ugyanis szombaton 63.200 vadlud repült fel a tóról. Az eddigi rekord egyébként 55.000 volt, amelyet tavaly regisztráltak a szakemberek. Az eseményre ilyenkor nem csak a helyiek érkeznek, hanem messzebbről is jönnek, hogy megcsodálják a madarakat. Sok hobbi fotós is hosszú perceket vár ilyenkor, hogy lencse végre kapja a vadludakat. Megérte várni, igen, tényleg hatalmas nagy vadlud sokadalom érkezett. Az kicsit kár, hogy éppen a naplemente után érkezett, tehát így a fényviszonyoknak nem a legoptimálisabb, de tényleg olyan nagy élmény, hogy ennyi vadlud érkezik, így szinte isten élménynek is mondhatnám. Évente jársz ki fényképezni őket, vagy most, hogy itt először? Másodszor jöttem, tavaly voltam így először. És helyi vagy messzebbről érkezel? Budapestről érkeztem. Nem vagyunk helyiek, lábatlanok vagyunk. A lábatlanon. Hát most eljöttünk, egy kicsit rossz időt fogtunk ki a mai nap, mert erős északi széllel ez a hideg levegő jön be. És azt figyeltük meg, hogy a ludak, most ez a csoport, ami most lesz át, ezek kapásból lejöttek, de az előzőek azok tettek két kört ott a erdő fölött, és úgy szálltak le a legelső csoport. És hát minden évben jövünk, és mi szeretjük a természetet. A Tatára érkező vadludak többsége egyébként a szakemberek szerint a nagy lillik, a második legszámosabb faj pedig a nyári lúd. A madár tömegben 24 globálisan veszélyeztetett vörösnyakú lúd és 5 kis lillik is feltűnt, de láttak már olyan ritka fajokat is, mint például az apácalúd vagy a vörös és a bütykös ásólúd.